Szeretettel üdvözlöm a mai adás nézőit. Ez a Kozmikus Exodus című műsor, nevem Ibi Duba Ibolya, és mint látják, új gyertya van, emlékezvén arra, hogy tavaly ilyenkor, októberben indult egy sajátságos alapítvány, amelynek az volt a célkitűzése, hogy vitt hírét a magyaroknak. Ez alkalommal szeretnék nagyon hangsúlyosan, ismételten a magyaroknak arról a képességéről, tulajdonságáról, adottságáról szólni, ami kétségkívül egyedülálló a világ összes népei között, bennünket illet nem magunk miatt, hanem az Isten akaratából, hogy ezen a nyelven szólhatunk, és ezért a mai adás címe, hogy a jeladók. Hát, ha megnézzük ezt a szót, hogy jeladók, akkor mindjárt feltűnik, hogy micsoda fantasztikus nyelvvel bírunk, mert itt van, hogy jeladók. Most, hogyha ezt a kódot visszafele olvassuk, akkor mindjárt ott van, hogy kód. Tehát kitűnik, hogy az egész magyar nyelv tele van oda-vissza olvasható szótagokkal, és ezek a szótagok képezik le azt az oktáv-okkal magasabb tudást, amire az egész föld lakóinak szüksége van. Na most itt van a dókról van szó, ahhoz pedig ugye a zenei nyelvben mindjárt megérkezünk az alsó és a felső dóhoz, ami ugye köztudomáson egy oktáv ról szól, és akkor már is ott vagyunk, hogy rezonancia. És ez a rezonancia kell, hogy most működtessen bennünket, magyarokat, szerte az egész világon, mert az az üzenet, ami a mi szánkból származik, az az egyedüli kulcs, az igazi, élő túléléshez. Nevezetesen a transfigurációról szólok, arról, ami azt jelenti, hogy élő, eleven állapotunkban átlényegülve tovább létezhetünk egy, teszem azt, oktávon magasabb létminőségbe. Tehát mi vagyunk a jeladók, de mi tudjuk venni is a jelet, már csak azért is, mert hogyha egy oktávon magasabbról hozzuk, akkor egy oktávon lejjebbieknek tovább tudjuk adni. A hétvégén voltam egy előadáson, és emlékezetembe idézték, hogy annak idején, amikor a Titanic elsüllyedt, ugyan több hajó volt a környéken, de egyetlen egy volt, amelyik vette az adást, komolyan vette, és megindult a süllyedő hajó felé. A neve ennek a hajónak különösen érdekes, valamint az a tény, hogy ennek a hajónak az orvosa is magyar volt. Akkor nevezzük néven ezt a jelt vevő és ugyanakkor adó hajót, úgy hívták, hogy Kárpátia. Ez a Kárpátia működött, mint jelvevő és mint jeladó. Ugye milyen érdekes a magyar szó, amikor azt mondja, hogy adok, kapok. Mind a kettőnek ott a végén ez az O és ez a K, amit az elmúlt 20 évben szüntelenül mondtam, hogy ez az O és ez a K, ez a mi azonosítónk. És amikor már eljutunk odáig, hogy felfedezzük, hogy a van létigénk után, ha magunkra vonatkoztatjuk a létigét, akkor azt mondjuk, hogy vagy ok. És ebben az esetben az ok, az oktávon magasabb intelligenciára egy más létminőségre utal, azaz az Istenre. Mert ugyebár nálunk minden kivétel nélkül az ok és az okozatok függvényében érthető, és itt, mint okozatok, itt is előfordul ez a két betű, és itt is előfordul, vagyis az alfa és az ő maga
egy és ugyanaz. Most ha meggondoljuk a gerinc oszlopunknak, az alsó végén ott egy alfa van, és a fejünk pedig a fő fa, vagyis ő maga. És ez az ő, a magyar nyelv csodája, mert semmilyen más nyelvben nem történik meg az, hogy egy ő betűvel ki tudjuk fejezni a férfit, a nőt, a kristályvilágot, a növényvilágot, az állatvilágot és az Isten világát, mert az egész ő benne teremtetett, ő általa van, és mi, mint teremtmények, benne és általa tudunk csak létezni, járni, és ez az egyedüli, szent dolog, ennek a fölismerése és ennek a közvetítése. Tehát igenis, mi vagyunk a jeladók. Az, hogy ez kicsit humorosabban is alátámasztom önöknek, engedjék meg, hogy hivatkozzam valakire, aki majd 100 évvel ezelőtt írta le ezeket a dolgokat. Az Úr Ádámot tanítja, mondja, az a kis füzetecske, aminek az a címe, hogy az Úr szava magyar volt. Tehát ebben Markos Gyula elmeséli nekünk, hogy is volt ez, hogy az Isten tanítja Ádámot beszélni. Azt mondja, ide vigyázz, fiacskám, ami te neked itt leg főjű van, az a te főjűd, a főjód, vagyis a fejed. Ahogyan tetszik, ez mind egyre megy. Mert fő is jó, fej is jó, sőt, jén nélkül fő, így is jó. Meg fogod látni. Ami pedig te neked itt legalább van, az a láb. Lábbal lábolni is lehet, de rendesen a láb csak léb, vagy lép. A lóbás, tehát ugyanaz, mint a lépés, no, lépj egyet. Így né. Most pedig gyere, vagy eredj vissza. Ha közelebb jössz, akkor gyere. Ha távolabb mégy, akkor eredj. Láb tehát, e szerint gyöm, vagy mögy. Azaz, jön, vagy megy. Mi ez itt a lábadon közepütt, ahol a lábad megtörik? Úgy né, törd csak! No hát, ez a te törded, vagy térded. Mert törés után ugye vissza is térd ett. A lábadon kívül van te néked még két mozgótagod, mivel kellett volna a beszélgetést kezdeni. Mindent ezzel fogsz kezdeni. Kéz, itteni, sőt, kényszint eri. Tehát a te kezed, kézed, vagy kényzed, ahogy tetszik. Hagyd csak meg itt középen. No, ugye. Ez a hajlítás már sokkal könnyebb, mint a lábadon. Legyen tehát ennek neve könnyebb, vagy könnyök. Adsza ide csak még egyszer a kezedet. No, látod, hogy ez itt meg egy helyütt megcsuklik. Ez tehát a te csuklód. Ettől feljebb van a te kezed szára, vagy a te karod, mely karol, segít, támogat téged mindenben, vagyis a kar. A te akaratod eszköze. Hát ez itt a te kezed fején, itt mi az? Amivel te mindenhez hozzá fogsz nyúlni. Ezek a te nyújjaid, aminek eleje idővel sok nyújtástól le is fog kopni, és a nyújból csak egy új lesz, vagy új. Nola. Ilyenek pedig a lábaidon is vannak, amelyek szinte úgy fognak járni, mint a kezeden, melyeket később meg is fogjuk olvasni. Most pedig figyelj, mi ez a gob? Vagy bog, ami itt a lábadon kiáll. Ez a lábadnak a boga, vagy a boka.
Idáig hát már csak megvolnánk, de most nagyobb dolgokról lesz szó. Mi az, ami itt neked elől emelkedik? Hát az a mell. És mi az, ami az emelkedést, a belső teődést végzi? Az a teődőd, az a tüdőd. A te belső működőd. Egyéb részeid is vannak itt belül, azok röviden belük vagy belek. Hát ez itt, amelyel te mindent szemlélsz, az a szem, mely néz, vagy nézen. Ez az, amit lát, amíg van világ, világ, világosság, világosság. Tehát a villanás a fő a látásban, mert ahol ez hiányzik, ott a szem csak vrat, vagy vak. És ez itt mi a? Na, szólj! Ez a száj. A szójás vagy szólás eszköze. Ez a kiálló hegyorom, az arcodon pedig a te ormod vagy orrod. Ez a három. Orr, szem, száj együttesen, főleg gyorsan mond orcám, arcom, vagyis a te arcod. Ez a két oldalfala pedig, amivel hallasz vagy hallasz, mindkét oldal fejül, ez fölű, vagy röviden fő, a te füled. Itt, ahol az egész testedből összefudnak az erek, az inak, ez a nyak, a te nyakad, az erők kifejezett formája. Ami pedig itt bal felül ver, dobog, az a szív, a te szíved, amely szívja és visszaviszi a vért a te ereidbe. Mert ami a szívedbe és ereidbe úgy ver, az a vér, a te véred, mely nem más, mint folyó por, éltető folyamat, összeködő híd, a test minden porcikája közt, amely csak nem hideg tűz és tüzes víz együtt. Azért is piros tűz és mellel ég, mely meleg. Vajha soha meg ne látnád, soha meg ne ismernéd, ellene soha ne vétkeznél. No, de ez már elég is. Majd máskor folytatjuk. Bizony jó is lesz az én uram, mert úgy veszem észre, hogy ezáltal nem csak magamra, de te reád is. Jobban rád ismerek, légy élte áldott. Te áldó nagy. Te áldó nagy. Most már legalább sejtem, mi a lélek. Mi az élet, te örök élő, élő, az az éli, aki él, ó Uram. Az én legfőbb jóm, javam, jó javam, Jehovám, te pedig az én fő jóm, azaz fiam, fiam vagy. És azután van még egy másik jópofa fejezet, amikor Ádám ugyanilyen módon nevet ad az állatoknak. De talán ezt majd egy másik alkalommal. Minden esetre az, hogy az Úr szava magyar volt, ez most már a legnyilvánvalóbb globális titok. Az elmúlt 100 évben ugyanis nagyon sokan, leginkább külföldiek, döbbenten jöttek rá erre az ős titokra, hogy a magyarok nyelve bizony az Isten nyelve kell, hogy legyen. Ezért nem mindegy, hogy mi mit gondolunk
az én okkulcsokról, ami kiderült 1992-ben, amikor professzor dr. Hurták először járt Magyarországon, és döbbenten tapasztalta másnap reggel, hogy neki igenis ezért kellett idejönni, hogy megtanulja, hogy az, amit ő leírt tudáskönyve, Énok kulcsok címén 1973-ban, annak az eredeti nyelve magyar volt. Erre én 1988-ban jöttem rá az Arizona-beli Sedona városkában, ahol is először kaptam kézbe ezt a Hurták könyvet, az Énok kulcsokat, és akkor eszembe villant egy mondás, ami azóta is segít minden nap ezzel a felelősséggel együtt élni, hogy a szavak elvesztették eredeti jelentőségüket, de én még tudom. De te még tudod, mondta egy nagyon híres professzor 1966-ban. 1992-ben, amikor idejött Hurták professzor, egy kulcsot hagyott itt, és az elmúlt időszakban 5 alkalommal én láttam vendégül, én fordítottam az előadásait, és én segítettem az első kiadást megjelentetni. 12 kulcsocskát, sajnos a teljes kulcsra nem került sor, hogy kiadjuk, de azt is mondhatnám, hogy nincs is szükség rá. Hiszen az én kulcsok egyfolytában arra utalnak, azt üzenik, hogy a jeladók mi vagyunk, magyarok. A magyarok ebben az esetben nem többes szám, hanem az okisten jelzése. Ha meg akarjuk jelölni, hogy milyen nyelven beszél, akkor magyar okistenéről beszélünk. Ez pedig köztudomású, hogy félték a magyar okistenének nyilait, a magyarokat, hiszen ők egy magasabb létminőségből hozott nyelvvel, és annak elvével, és annak műveltségével, kultúrájával bírtak, onnantól fogva, hogy Ádám az Édenben megszólalt. Ádám mada visszafele, és a mada a magyarok. Nagyon sok nyelvben utalás van a madákra, és így derül ki, hogy Ádám nyelve ugyanaz volt, mint amit most mi itt, ebben a hazában még mindig beszélünk, noha sokan nem merik elhinni. De attól ez még így van. Hogy mennyire így van, hívom segítségül, mint már annyiszor, Michael Drosnint, aki amerikai újságíró, és már megjelent a Biblia kódja 3. kötete is az elmúlt 10 évben. Igencsak szorgosan próbálta megértetni a zsidókkal és nem zsidókkal, hívőkkel és nem hívőkkel egyaránt ezen a földön, hogy van valami magasabb rendű tudás, ami kódoltságában jelen van az egész emberiség között, és egy nyelvben mindenképpen. Nos, az, hogy ez a nyelv, a mi nyelvünk, ezt nekünk több, mint illik tudni. Most már meg kellene vallani bátran, mert amikor már kiderül, hogy Michael Drosnin is tudja, hogy Ábrám előtt is voltak hívők, akiből lett Ábrahám, akiből aztán a 3 nagy világvallás a fiai szerint elterjedt az egész világon. Tehát
Abraham előtt is voltak emberek, akik hitték az egy Istent, egy nyelven beszéltek, és ez Ábrám előtti én ok és ád ámig visszavezet. Nos, ne szégyeljük ezt a nyelvet, mert ezen mindent, amit ember Istenről el tud képzelni, ki lehet fejezni. Ne engedjük beszennyezni, sárba tiporni, mert ezzel a saját önbecsülésünket, az Istennel való közösségünket engedjük meg, hogy gyalázzák azok, akik nem hiszik, hogy van magyar okistene. Ő az okozó, ő a teremtő, mi vagyunk a teremtmények. A teremt szóba is, a teremtőbe, ott van az ő, mindkettő, a hím és a nő egybe, mert hogy az első ember androgűn, hímnős volt. Különben nem lett volna ez a fajta nyelve. Ha nem értette volna meg a mindennel való egységet, a fűvel, fával, állatokkal, virágokkal, kristályokkal, csillagokkal, nappal, holddal, mi mindent megszemélyesítünk. És nincs neme. Nálunk nem hímnemű a nap, és nem nőnemű a hold. Egyiknek sincs neme. Mert nemesek. Önmagukban együtt alkotnak egyet. A mind énséggel. Halljuk, hogy mit tud a nyelvünk. Mind énség, ura. Mindenki énjének, és minden, ami rajtunk kívül még van, annak az az Isten, az okozója, akit mi minden alkalomkor elismerünk, hogy van, amikor bemutatkozunk, és a nevünk után elmondjuk, hogy például Duba Ibolya vagyok. Ez az O és ez a K, ez a nőség és a hímség egyben, ez a mi ID kártyánk, ez a mi azonosítónk, amiről tudni lehet, hogy ezt az elvet és ennek a nyelvét nem innen tákolták össze, hanem adatott. Jelként adatott. Így mi vagyunk a jeladók, akik tőle kapjuk, hogy adjuk tovább azoknak, akik még nem merik meghallani, vagy még tán nem hallották. Ami egyre elképzelhetetlenebb, mert annyi eszköz van már, amin hangzik a szó, igaz, hogy nem mindenütt az Isten szava, és nem mindenütt az az íge, ami amaz íge, ami az ő szájából származik, de egyre inkább igen, hangzik. Mondjuk, vagyunk, és mondjuk azt az élő igét, az Isten beszédét, amely nem rothadandó magból való, amely segíti az átlényegülést. A vibráció, a rezonancia törvénye, ez, ami legyen szemünk előtt. Mert az elkövetkezendőkben megtanulhatjuk azt is, hogy nem csak a hangsebességén jutottunk túl, nem csak a fénysebességét szárnyaltuk túl, hanem túljutottunk a saját korlátolt oktávunkon is, és egy új oktávval indulunk. Erre való a magyar ok koronája, hogy a korona csokor fölött kezdődik egy újabb létminőség, és ez a nyelv, és ennek elve a miénk, és ezzel nekünk most a hátralévő időben gazdálkodnunk kell, bízva bízni ennek erejében, ennek a vibrációnak, az átlényegítő hatalmában, mert igen, ezt tudja tenni,
a hangzás. Nem véletlen, hogy egy koncertteremben az a sok-sok ezer ember, ha elcsendesül, lelkében valami zajlik. Hatalmas dolgok történnek. Egy-egy koncert során az emberek megérintődnek olyan helyen, ahol azt sem tudták, hogy van nekik. Nem egyszer fordult elő velem külföldön, hogy az én saját kis élőadásaim során, amikor elénekeltem a Kodály esti dalt, természetesen magyarul, akkor több helyütt könyvben ázó szemeket és zokogást is lehetett hallani, és az előadás végén megkérdezték, hogy mi ez, milyen nyelv ez, milyen dal ez. Soha nem hallottak magyar szót, soha nem hallottak magyar dalt, és mégis elmondták azt egyöntetően, hogy olyan helyen érintette őket, amilyenről azt sem tudták, hogy nekik van. Hát így használjuk ezt a nyelvet. Így fakadjunk dalra, magyar dalra, hogy tudjuk, hogy ennek a rezgése eljut a vesékig, a velőkig. A lélek minden bugyrába behatol, és tisztít és old minden szennyet, amit az itt és mostban, ebben az inkarnációk sorozatában összeszedtünk, amikor elhittük azt, hogy van más is, mint a magyarok istene, és elkezdtük imádni a mamont, a pénzt. Hamarosan azonban nem lesz pénz, mert a bankok is becsődölnek, világszerte ott állnak az emberek, tiltakoznak. Már nem akarják a pénzhatalmát. Sehol nem akarják. De az az ember, aki nekem azt mondta 1966-ban, hogy a szavak elvesztették eredeti jelentőségüket, de te még tudod, az az ember tudta azt is, hogy nem szabad elvenni senkitől semmit, ha annak helyébe nem tudunk jobbat adni. Nos, amikor megszűnik a bankok, a pénzhatalma, van egy ajánlatom. Forduljunk egyen-egyenként, és közösen, mint magyarok, és mint egész és összember is ég, és halljuk meg, hogy van egy teremtő, és ő, mint gondvisel, ő gondoskodik arról, hogy amikor összeomlik a bankszféra, legyen emlékeztető, legyen jeladó, hogy igenis megtaláljuk a hazavezető utat, hogy a csillagösvényen mindannyian, ha eljön a mi időnk, egy szempillantás alatt átlényegülve, megjelenhessük az ő színe előtt. Őszintén kívánom ezt minden magyar és nem magyar hallgatónak, abban a hitben, hogy ez a vibráció eljut a szívébe, az értelmébe, a lelkébe, a testébe. Köszönöm a türelmüket, magyarok istene, áldja meg önöket.